készül az uborka konzerv Mária Pócson. A dolgozókat nem érinti, de a céget igen, hogy befizessék az éves kamarai tagdíjat. Március 31-én jár le a határidő. A befizetendő összeg a vállalkozás mértékétől független, mindenkinek egységesen 5000 forint. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 30 ezer szervezetet érint. Ez nem keletkeztet kamarai tagságot, tehát az önkéntes kamarai tagoknak külön tagdíj van és külön egy önkéntes kamarai tagságot meghatározó nyomtatványt kell kitölteni. Azzal keverik nagyon sokszor össze a gazdálkodó szervezetek, hogy adatszolgáltatást 2012-ben kellett teljesíteni, és ezt csak akkor kell megismételni, hogyha az adataikban bármilyen jellegű változás történik, azt viszont 5 napon belül teljesíteni kell. Így néz ki a kamara folyóirata az üzleti hét. A szervezet az 5000 forintért cserébe különböző tájékoztató előadásokat tart, figyeli a pályázatokat, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosít a tagok számára. Ezeken túl térítésmentesen kérhetnek gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást is a vállalkozók. Azokra az eseményekre nagyon sokan eljönnek, ami adózási, társadalombiztosítási, munkavédelmi, munkajogi, fogyasztóvédelmi kérdésekben, környezetvédelmi termékdíjról tartunk előadást, tehát ami a gazdálkodásuknak a pénzügyi helyzetét, illetve a pénzügyi pénzmozgásokat befolyásolja. Abban az esetben, ami már az üzleti partner közvetítést, külföldi kapcsolatépítést érint, oda kevesebben jönnek el. Tavaly az érintettek körülbelül 75%-a fizette be a tagdíjat a megyében. Az elmaradt befizetés köztartozásnak minősül, így az végrehajtási eljárásban a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kerül. A tavalyi tartozások után a behajtás már megkezdődött. Eddig 800 eljárást indítottak el, ennek a fele már befejeződött. Ők a tagdíj dupláját, tehát 10 000 forintot fizetnek majd.